Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pataki Tamás, ez pedig a Non Plus Ultra, az Ultra Hang Plus történelmi műsora. Mai vendégünk pedig Mező Gábor, újságíró és a századvég vezető kutatója. Köszönöm szépen a meghívást! Azonnal kezdjük a beszélgetést, ám előtte szeretném ajánlani magam, ahogy a régi magyar mondás tartja. A Hazatért Hungária könyvemet ajánlom a hallgatók figyelmébe, ami az 1938-44 közötti visszacsatolt területek életéről szól, mondjuk mindennapi életéről, tehát arról, ami a politika mögött, a színfalak mögött történt. 100 képeslap által 100 szimbolikus történetet mutatok be, hogy hogyan fogtak hozzá az ország újraegyesítéshez, meg az ország építéshez ebben a korszakban. Úgyhogy szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ez megvásárolható az Ultrahang könyvesboltjában és a rendezvényeken is. Hát eszembe jut erről egy nagyon szomorú történet. Ez a délvidéken történt, hogy ott, amikor ugye a Horthy tulajdonképpen bevonult és ünnepelték azt, hogy visszakerült Magyarországhoz az oda tartozó terület, akkor volt két kislány, aki virágcsokrot adott ugye Horthy Miklósnak, és hát aztán elmesélte nekünk egy délvidéki kutató, mi történt. Az egyik kislányról lehet tudni, hát inkább nem részletezném, de hogy elég volt ez a jugoszláv partizánoknak, hogy ő gyerekként átadta ezt a virágcsokrot, amikor végül meg is ölték, amikor megölték, még akkor is gyerek volt. De nyilván nem akartam egy ilyen errefele elvinni, mert önmagában viszont ez egy nagyon felemelő pillanat volt akkor, csak hát ugye a történelem úgy alakult, ahogy is láttuk, hogy igen, mi volt az ára. Igen, csak hogy pont azért, ha már így pár szót mondhatok a könyvről, pont azért fogtam neki, mert ez a korszak főleg ilyen politikai értelembe él a fejünkbe. Pedig azt lehetett tudni naplókból, visszaemlékezésekből, vagy korabeli újságcikkekből, hogy nagyon komoly országépítés zajlott. Hát, hogy csak annyit mondjam, az észak-erdélyi vasút, amit mai napig igazából használnak a román vasutak, az akkor épült ilyen rekordidő alatt. Szállodákat húztak fel Erdélyben. Akkor alakult ki igazából ez a mai hagyományos székelyföldi turizmus, amit szintén ezekre az alapokra épült, mind a mai napig. És ha délvidék, hát ott meg olyan emlékek vannak, például van egy vasútállomás, ami mindmáig megvan és látogatható egy kicsi rejtettebb helyen, Új Nagyfény nevű szerb település mellett, amit a bukovinai székely fafaragok díszítettek kívül-belül, és ez mindmáig látható. Tehát nagyon szürreális érzés oda így bemenni és szétnézni. Úgyhogy ez a világ valahogy velünk él, mármint ennek a pár évnek az öröksége, és nem árt, hogyha ezekre figyelünk meg, felfedezzük, mert tanulságos történeteket hallhatunk általuk. Na de térjünk rá a mai témánkra. Azért is hívtalak meg, mert van egy nagyon népszerű YouTube videó, ami arról szól, hogy a Mézga család, az egy kommunista propaganda rajzfilm volt, és megnéztem figyelmesen, végig hallgattam a videókészítőnek az érveit, és noha vannak jó észrevételei, főleg mondjuk ami a harmadik évadot érintik, ugye amikor vakációra megy a Mézga család, azért az egészre ráhúzni így a vizes lepedőt, hogy ez csak kommunista propaganda volt, azzal én nem feltétlenül értek egyet, de kíváncsi vagyok a véleményedre, mert ugye te hát nagyon jól ismered a Kádárkornak a popkultúráját, meg úgy általában a kulturális életét, hogy te mit gondolsz erről a videóról, meg erről a felvetésről? Hát annyiban megvédeném a szerzőben, nyilván nem szorul rá, hogy mégis ő is állította azt, hogy teljes propaganda volt, hanem azt próbálta bemutatni, hogy nagyon propagandisztikus volt. És hát ezt én is egy kicsit néhol erőltetettnek éreztem. Nagyon-nagyon jól összerakott anyag, tehát nagyon alapos, ezt meg kell hagyni, de igazából a harmadik évadnak az elemzésén éreztem, hogy úgy rátalált arra, hogy
valamire, mert ott tényleg, ahogy a Mézga, ebbe a Mézga családba bemutatják a magyar emigránsokat, akik ugye kint élnek Dél-Amerikába, Ausztráliába, Amerikába, hát az nagyon tipikus kádári propaganda, tehát csupa csaló, vesztes, kókler, bűnöző, gyakorlatilag a kádári propaganda a regényekbe, filmekbe, sorozatokba így festette le ugye az emigránsokat. Persze ott is voltak jó emigránsok, azok voltak jó emigránsok, akik jobban voltak a kádári népköztársasággal. És mindenki más ugye rossz emigránsnak számított, nagyjából leegyszerűsítve fasisztának. Gyakran embereket is lefasisztáztak egyébként a propagandában, külön vicces, akik szociáldemokraták voltak, vagy teljesen baloldaliak, tehát még csak jobboldaliak se voltak. De nyilván ez a bélyeg, ez járt azoknak, akik nem akartak egyezkedni a Kádár rendszerrel. Amúgy meg magát a műsort azért fontosnak tartom, mert jó, hogy elkészült, mert nagyon fontos, hogy visszanézünk ezekre a történelmi eseményekre, történelmi korszakokra, alkotásokra, ahogy a ti könyveitekben is, az ugye még annyit visszatérve arra, hogy ez azért is fontos, mert egy teljesen hallgatott téma volt. Tehát erről ugye a Rákosi diktatúrában és a Kádár diktatúrában nem lehetett beszélni, ennél komolyabb tabu téma nem volt. Ez szerintem egy olyan történelmi korszak volt, ami akkor mintha nem létezett volna. Igen, pontosan. Tehát ez ugye az az időszak, az szintén nagyon leegyszerűsítve ebből a kommunista nézőpontból egy ilyen náci-fasiszta időszak volt, mindenféle árnyalat nélkül, tehát a nyilas korszak volt összemosva a Horthy korszakkal, náci megszállással, mindennel együtt, tehát az se létezett. És igazából azt is kulcsfontosságú megnéznünk, hogy milyen sorozatokat néztük, milyen könyveket olvastunk. Tényleg félelmetes valahol, hogy gyakorlatilag minden ilyen műsort lábjegyzetelni kéne, hogyha könyvről beszélnénk, vagy kiegészíteni. Most eszembe jut erről a Szomszédok, ugyanis azzal foglalkoztam, meg írtam róla, és sokkal rombolóbb hatásnak tartom, mint a Mézga családot. A Mézga család egyáltalán nem volt romboló hatású, bemutatott tipikus ilyen kispolgári jelenséget, ugye a Mézgát, ezeket a különböző ügyeskedéseket, de mellette egy nagyon kreatív gyereket is, tehát szerintem inkább inspirált sokakat. De hát megötletes is volt. Szomszédokra majd térjünk rá külön, légy szíves. Jó. Annyi megjegyzés a Mézgáékhoz, hogy igen, az a furcsa, hogy a harmadik évad volt a legpropagandisztikusabb, tehát abban tényleg ezek a 56-osok, egyenlő fasiszták, meg bűnözők toposz köszönt vissza, meg még úgy egy csomó egyéb elemében is. És hogy lehet az, hogy mondjuk a 78-ban debütált harmadik évad, az sokkal propagandisztikusabb, mint mondjuk a legelső, ami talán 69-be vetítették, ha jól emlékszem. Tehát, hát szerintem úgy, hogy nagyon hajlamosak vagyunk egyébként fejünkben, meg a gondolkodásunkban így leegyszerűsíteni ezt a Kádár rendszert, és ennél sokkal összetettebb volt. Ugye 63 után, amikor meghirdették ezt az általánosnak nevezett amnestiát, és tulajdonképpen Magyarország úgymond bűnbocsánatot nyert, és el lett felejtve 56 meg a teljes megtorlás így a világ részéről, akkor azért elkezdődött, már korábban egy kicsit, de akkor elkezdődött a konszolidáció, a legvidámabb baraknak nevezett tákolmánynak tulajdonképpen a felépítése, és ez egyébként hozzátartozott, hogy viszonylag szabad, akár kritikusabb művek is megszülethettek. Másrészt itt szerintem az alkotók is minden kreativitásukat bele tudták tenni ebben a rajzfilm sorozatban. Sokszor látjuk, hogy akár mesékben, akár rajzfilmekben megjelentett az a fajta kreativitás, ami lehet, hogy a dráma műfajában mondjuk nem jelentett volna meg, vagy tévéfilm műfajában nem jelentett volna meg. Én a Mézga családon is azt látom, hogy nagyon magas színvonal volt egyrészt akkor a magyar animáció, másrészt zseniálisan van megírva ugye szöveg Romhányi József keze, illetve elméje által, tehát én ez a kreativitás is látom benne. Másik, amit szoktam gondolkodni egyébként hogy a kultúra kapcsán, hogy én is még a kultúra megszállásában írok Hoffi Gézára, meg Komlós Jánosról, nyilván elég sötéten ítélem meg a szerepüket, főleg Komlós Jánosét, aki az AV-nál kezdte, de ugyanakkor azzal, hogy ők politikai szelepek voltak, mégiscsak jó kedvet hoztak meg, egy kis nevetést az embereknek az életébe. Tehát igazából semmit nem nézhetünk úgy, hogy
csak fekete, vagy csak fehér. Mert valahol egyébként ebbe jó dolgok is történtek, és bizony a magyar nemzetnek jól jött akkor legalább ilyesmiken nevethetett, más kérdés, hogy később mi volt az ára. Ugyanezen gondolkodtam a Tenkes kapitány író, tehát azt is igazából akkor készült valamilyen szinten, ha elkezdenénk elemezni, biztos, hogy találnánk benne sok propagandasztikus elemet. Igen. Viszont milyen felemelő volt, tehát összességében csak hazaszeretetre tanított minket, vagy vehetjük az Egri csillagokat, ami mindmáig az egyik legjobb történelmi filmünk. Az is akkorban készült, és az is egyébként hazaszeretetre tanított minket. Tehát azt is lehet látni, itt az alkotók sokszor lehet, hogy, sőt, szerintem állíthatom, hogy a rendszernek ez nem volt a vágyálma, hogy itt a hazaszeretet nagyon erősítve legyen. Pontosan mindenben teljesen másként cselekedtek, és teljesen más volt az irányvonal, de lehet látni, hogy az alkotók sokszor megkerülték ezt a fajta elvárást, és sokszor még ha kommunisták voltak, vagy baloldaliak, akkor is olyan alkotásokat tettek le az asztalra, amely egyébként megtartotta sokunkban a hitet, meg azt az érzést egyáltalán, mit jelent magyarnak lenni. Vagy vannak egyáltalán nagyon jó filmek, mondjuk az Ötödik pecsét. Hát az egy szenzációs film szerintem. Érdekes, hogy azt ugye Sánta Ferenc regényéből készítették, aki egyébként egy székely író. De hogy születtek ilyen egyetemes érvényű művek akár. Ott is nyilván a fasizmus az jelen van, hogy hát az a gonosz, stb., de hát ez a rendszer természetéből adódik. Ellenben be lehet helyettesíteni azt bármelyik másik hasonló ideológiával, szóval szerintem megvolt ez a kettős játék ezekben az alkotásokban, és ezért is olyan jók. Hát meg örökérvényű, bocsánat, hogy félbeszakítok, tényleg az Ötödik pecsét az egyik legjobb magyar film. Még amikor beszélgettünk ezzel ilyen barátokkal, ismerősökkel, abban megegyeztünk, hogy a legjobb három magyar filmbe, ott sokunk szerint ez beletartozik. Melyik a másik kettő? Még a Megáll az időn, mondtuk sokan, és a harmadikat azt nem sikerült, mert ott teljesen. Volt, aki a tanút mondta, én a tanút nyilván elengedtem ilyen szempontból. Hát a legjobbnak nem mondanám. Az, hogy beépült a popkultúrába, meg a mindennapi nyelvünkbe, az jelzi, hogy azért egy... Nagyon-nagyon jó film, alkotás. De ott is az alapanyag volt igazából. Igen, igen. De hogy a Mézga család, ugye a Mézga családnak a második évada, ami lényegében hát Aladárnak a űrutazásairól szól, nekem az a kedvencem, és abba is megjelenik Romhányinak a zsenialitása, mert olyan parádés szavakat alkot meg, olyan mondatokat, hogy öröm hallgatni. Tehát az animáció is egyébként elég jó szerintem ahhoz a korszakhoz képest, amikor ez még az egy gyerekcipőbe járt a ilyenféle szitkomokba, de a történetek, meg hogy igazából mit akar sugalni, üzenni ezekkel a történeteket, tehát az mai szemmel nézve szerintem olykor még ilyen konzervatív kritikának is hat. Mondok egy példát, amikor ellátogatnak Rapidiára, ugye ahol fel van gyorsulva minden, tehát az ember megszületik reggel, estig meghal, megöregszik, meghal. Hát az pont ennek a akár kommunista, akár kapitalista társadalomnak ez a hajszája. Ugye ez az idő. Nincs semmire idő, mindenre sietni kell, az életünk felgyorsult, és bele döglünk lényegében abba, hogy elérjünk valamit. Szóval ezek érvényes kritikák, és ezek megjelennek ezekbe az egyszerű kis rajzfilmekbe. Szóval ezt én értéknek tartom. Hát azért is értékes, mert belegondolsz, amíg miközben mondtad, hát a jelenünk az aztán egy pláne erről szól, erről pontosan, a felgyorsult világról, ahol tényleg én magam is nem vagyok, én sem más ebbe, sokszor fölösleges dolgokra is csomó energiát beleteszünk, és tényleg azt érezzük sokszor, hogy eliramlik mellettünk az élet. Igen. Tehát ezekben szerintem pont az volt a nagyszerű, hogy örökérvényű gondolatok vannak benne. Az Ötödik pecsétben is olyan kérdés van benne, egy olyan kérdés fogalmaz meg, amin bármikor el lehet gondolkodni. És egyébként arra eszembe jutott, hát szerintem nem kevés nézőnek jutott eszébe azért Latinovics Zoltán nyilas tisztjéről, azt szerintem nyilas lehetett, ő nem gestapos, hiszen magyarul beszélt. Egy kommunista HVH-s, ez ugyanaz. És igazából ezt valószínűleg azok is sejtették, akik átvették ott a filmet. Igen, hát volt egyfajta ilyen úri allőrje
abba nem volt, a filmbe. Igyekeztek abba, hogy ne... Igen. Hogy mondjam, a tanulatlan, egyszerű, ávos. De azért a nézők mindig elég, tehát a nézőket sose szabad lekezelni. Ők szerintem azért átlátták a dolgokat, hogy ez igazából, ez a két banda, ez nagyon is hasonló volt egymáshoz. Pontosan. Még visszatérek egy ilyen aladáros kalandra, nem titok, hogy tényleg gyerekkoromban imádtam ezt az aladáros sorozatot. Nem tudom, emlékszel arra az epizódra, amikor a szirének bolygójára kerül, és akkor ott víz alatt ilyen kis, hát ilyen kis, nem tudom, üstökbe élnek elkülönülten. Hát ezek a lények, és nem is tudnak egymás létezéséről. Mm. Egész nap önmagukkal társas játékoznak. Hát mi ez, hanem az elidegenedés, az elmagányosodás, ez az önmagaddal játszó, hát mintha ülni a számítógép előtt, és egész nap számítógép játékozná. Tehát, hogy ezek nagyon jó kis ilyen megérzések, amelyek talán most értek be, és ez valószínű, hogy ugyanúgy volt a baloldali Magyarország, vagy hát a kommunisták kritikája, akik a progresszió jelszavát hangoztatták mindig, mind akár a kapitalista társadalomé. Szóval ez így összeér szerintem. Az első évadban szerinted mi lehetett az, ami kicsit kommunisztikusabb a Mézga családba? Hát ugye elhangzik a műsorban is, hogy hát ha nem is egy rendes panelba, de egy ilyen panelszerűségben élnek, tipikus lakásban, két gyerekük van, ugye ez volt a Kádár rendszernek az alapja, a két gyerek. Ezek mindenképpen olyanok, de most az, hogy a Paula, nem tudom, lehet, hogy polgári származású volt, és ezek már azért olyan dolgok, amik szerintem némileg már ilyen belemagyarázások is lehetnek. Kommunista rendszerbe készült el, nyilvánvaló volt, hogy a Mézga család az nem egy házba fog lakni, vagy nem tudom, mert azért ekkorát ők se hazudtak. Megmondom őszintén, hogy tehát így, ahhoz képest, hogy mikor készült, és hogy ahhoz képest, hogy akkor mennyivel propagandisztikusabb művek is készültek, én nem láttam annyira annak. Mm-hmm. Tehát inkább a kreativitást láttam benne. Igen, és szerintem MZ Perix sem egy igazából egy disszidens rokon. Szerintem az is belemagyarázás őszintén. Mert azt én se éreztem, azt a párhuzamot, vagy olyasz, honnan jött ez a... Mert a második évadban pont ez jelenik meg, hogy ez a science fiction irányába való érdeklődése Romhányinak valószínűleg ez hozta létre ezt a karaktert, nem az, hogy küldi a, mit tudom én, a németországi, vagy az angliai rokon a fejlett nyugati technikát, és akkor mi rácsodálkozunk, mert az nem épp az volt a helyzet. Az más kérdés, hogy egy szűkebb rétegnek volt elérhető a modernebb technológia. Én se gondolom, meg ugye főleg minden művet így a saját korszakába kell értékelnünk. Akkor a sci-fi egy hihetetlen népszerű műfaj volt, rengeteg zseniális kelet-európai alkotóval. Bizony. Asimov, Stanislav Lem, de hát voltak magyarok is. Hiszen végtelen lehet sorolni, ugye a Galaktika magazin, ez nekem is megvolt, megörököltem apámtól, én is olvasgattam, és abban is egyébként olyan írások megjelentek, ami kőkemény társadalomkritika volt benne. Tehát ott is egyébként, tehát a kommunizmusban mondjuk volt egy keret, de az a keret egyébként a sci-fi területén belül teljesen másfajta keret volt, egy nagyobb keret, sokkal messzebb el lehetett menni. De ez a karakter, és egyáltalán a második évad, ez annak a korszaknak is szólt, akkor a sci-fi hihetetlenül népszerű volt. És egyébként, ha mondtad, hogy mennyire örökérvényű, a jó sci-fik, azok igazából most is ugyanúgy hozzánk szólnak, akár alkotások, akár úgy értem, hogy akár filmalkotások, de még inkább a könyvek. Tehát számtalan olyan könyv vagy novella van, amit most válik igazán értetővé. Ahogy egyébként Verne Gyulának vagy Jules Vernének is a... Azért mindig egy kicsit vicces, hogy én azt hittem róluk, hogy magyarok, meg a Magy Károlyról is, de hogy Vernének az életműve is mindig általában később lett, akkor is minden, ugye akkor is nagyon érdekes volt, de később, akkor egy csomó mindent megvalósult. És a jó szkifikkel is így van. Úgyhogy én sem érzem ezt annyira megalapozottnak, mind a mellett nagyon fontosnak tartom ezeket a műsorokat, mert egyébként elgondolkodtatnak. És persze, újra. Egyáltalán bemutatják a korszakot, és mi is visszagondolhatunk arra, hogy mi mit látunk belőle, mi mit látunk máshogy.
Igen, csak az is tartottam fontosnak, hogy erről beszélgessünk, hogy nehogy valaki azt képzelje, hogy hú, akkor ezt mondjuk nem szabad megmutatni a gyerekeimnek. Én is megmutatom a gyerekeimnek is. Komcsi propaganda, és akkor... Fiam imádta igazából, igen. Főleg ő is ezt a skifis részt. Hát minden kisfiú álma, hogy egy űrhajóval elrepüljön. Igen. Igen. Az is érdekes, hogy az alkotók, ugye a Nepp József volt a rendező, tehát ő egy csepeli munkásgyerek volt, egy munkás családból származott, már úgy értem, hogy a Horthy korba is a csepeli művekbe, Weiss-Manfred művekben dolgoztak, és nem volt bekötve különösképpen a párthoz. Nem is tudom, hogyha párttag volt, nem is akarok ilyet mondani, mert nem találtam erre információt, de hogy épp azért volt érdekes ez a rajzfilmes világ, mert hogyha megnézed, hogy kik alkották, ugye ott volt Jankovics Marcel is, Ternovszky Béla, ők egyáltalán nem voltak balosok. És ugye a 90 után se csatlakoztak igazából semmelyik szekértáborhoz. Ezzel nagyjából inkább azt lehet gondolni, hogy jobboldaliak lehettek, vagy azok. Volt egyfajta jelenség, hogy a rajzfilm stúdióba száműzték a tehetséges filmeseket, vagy lehet ezt így is értelmezni? Mert hogy a film volt a kádári propaganda főeszköze, és akkor mondjuk az animációt meg rajzfilmet ott hogy mondjam, egy kicsit elengedték, és oda mehettek olyanok is, akik nem voltak bekötve a felső körökhöz a rendszerbe. Nem kutattam külön ezt a témát, de van egy olyan érzésem, olvastam az ezzel kapcsolatban interjúkat régebben Jankovics Marcellel, másokkal, és azért meséltek arról, hogy ott egy milyen műhelyet ki lehetett tulajdonképpen alakítani. Talán azért is, mert ugye nem a legfontosabb műfaj, már akkor is nyilván a film volt, illetve a tévéfilmek még inkább, és szerintem ezen a területen lehetett ugyanolyan egy kicsit a meseirodalom. Ott is azért több olyan író alkothatott, aki mondjuk úgy, hogy nem volt a rendszernek így a kegyeltje, nyilván nem Janikovszky Évára gondolok, mert ő nagyon is az volt, de mellette bizony voltak olyanok, akik viszont ott élhették igazából ki magukat. És pont egy mese, vagy egy animációban is olyan dolgokat is megírhatott, megjelentetett az ember. Nyilván nagyon sokszor allegórikusan, nagyon finoman, amiben így nem nagyon lehetett belekötni, és sokkal jobban átmehetett ezen a ugye létező cenzúrán, későbbi 3T-nek a rendszerén. Szóval igen, ezek szerintem menekülő utat jelenthettek, de a sajtóterületen is láttam ezt számtalan újságíróval beszélgetve, hogy nyilván amíg egy nem volt esélye mondjuk belpolitikai rovatba dolgozni, egy közismertem mondjuk úgy hazafias újságírónak, mondjuk egy keresztény újságírónak, vagy egyáltalán egy vallásos újságírónak. Addig más területeken azért lehetett, addig inkább a kultúra rovatban már akkor lehet, hogy lehetett, itt-ott lehetett, tehát ott is minden rendszerben megvannak ugye azok a kijelölt utak, ahova ezek a bekötött eltársak, vagy a jófekvő eltársak mehettek, és bizony voltak olyan területek, ahol viszont azért másoknak is hagytak teret. Tehát nyilván azért tudjuk ezt az Acél, Hi és Gyula alkúról, kompromisszumról is, hogy hát volt ott egy megállapodás, hogy a népirodalom is megmaradhatott tulajdonképpen, és a népírók is megmaradhattak. Van mondjuk Beke Albert a legismertebb erről, aki egy elég ilyen radikális álláspontot képvisel, mindenki akkor áruló volt. Van egy a másik véglet, szerintem véglet, amit mindenkit fölment, és akkor ez teljesen minden jó volt, ahogy volt. És szerintem lennie kell egy olyan fajta gondolkodásnak, aki azt is mérlegeli, hogy azzal, hogy így és megkötötte ezt az alkut, amiben egyébként az a része, hogy ő azért tényleg ott lakott az elvtársak mellett, azért azt azért nagyon keményen lehet kritizálni, de ilyenkor az ember másért is felelős tulajdonképpen. És ki tudja, hogy mi lett volna mondjuk a népirodalommal, hogyha egy ilyen alkuban nem mennek bele. Mert itt általában mindig azt ki kell fejteni, hogy persze az emberek a lépéseit utána meg tudjuk ítélni, akár a kultúra területen, akár máshol, de hogy maga a rendszer volt nagyon rothadt, és nagyon-nagyon-nagyon rettenetes.
az kényszerítette folyamatosan kompromisszumokra, alkukra, akár árulásokra az embereket. Tehát általában óvatosan kell szerintem ezek az értékelésekkel, mert azért csak magyarul beszélünk még mindig, csak megmaradt a hazaszeretet azért nagyon sok emberben, és bizony lehet, hogy egyébként ehhez kellettek ilyen-olyan kompromisszumok is. Persze, meg szerintem eleve nem lehet mondjuk egy politikai rendszernek a idején született művekre ráhúzni azt, hogy akkor ezek kommunista művek, vagy előtte ezek, mint hortista művek, előtte ezek, nem tudom. Na, de ez sokkal színesebb mindig ennél a kultúra. Persze, a világ nem így működött, hanem mindig a hétköznapok határozták meg. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy a Kádárkorban a kulturális életnek hogy nézett ki az ilyen darwini lánca? Tehát ők kik voltak azok, akik mindenki mást megettek a kultúra területén, és viccesen fogalmazva. Tehát ők kik voltak a legjobban fizetettek? Kiket tartott el a rendszer nagyon jól? Tehát, hogy a filmeseket, vagy az írókat? Mert találtam egy nagyon érdekes cikket, ami némileg érinti ezt a témát. Én kapásból azt mondtam volna, hogy a filmeseket. Lehet, hogy ez egy kicsit változtat a dolgokon, de előtte így hallanám a gondolataidat róla. Az a baj, hogy már itt szadás előtt mondtad, hogy milyen összegek szerepelnek ezen a listán, hogy ennyiből egyébként könnyű dolgom van. Azért az írókat nagyon-nagyon nagyra becsülték az egész 20. században. Most ha belegondolunk abba, hogy az MDF-be Csengei Dénes, Csóri Sándor, Csurka István író, költők voltak. Mondhatom, hogy szerintem a Antal Józsefen kívül talán a három legismertebb MDF-es politikus, akkor azért látjuk, hogy itt az írás tudóknak és az íróknak milyen tekintélye volt. Igen. És ez a Kádár rendszerben is pontosan így ment, a Kádár diktatúrában. Most elég ezt hozzátenni, hogy ugye mennyit dolgoztak azon, pont erről írok most, ez lesz a következő könyv, ami megjelenik. A Besúgók, ez a munka címe, szerintem ez is lesz a címe, hogy legyen egy jó, jó hangzatos címe, ami arról szól, hogy tulajdonképpen különböző besúgó írók, újságírók segítségével hogyan manipulálták az emigráns írókat, írástudókat, hogy minél többen hazatérjenek, és ezzel is legitimálják a Kádár diktatúrát. Sokaknál egyébként sikerült. Akit a legjobban akartak, az egyik legjobban, de szerintem a legjobban Márai Sándornál nagyon nem sikerült, ugye soha nem engedett az elveiből. De hogy ez is látszik, hogy ebbe belegondolok, hogy miért volt annyira fontos a kádári állambiztonságnak, hogy ebbe ennyi pénzt, energiát, erőforrás beletegyen. Azért, mert az írók nagyon fontosak voltak. És hát tudjuk, hogy a Kádár diktatúrának voltak azért házi írói, kedvenc írói, Berkesi András, Szilvási, nem is tudom, kit lehetne még sorolni. Berkesi András, nyilván azért szeretem mindig mondani, mert elég sokat tudok az ő rettenetes. Hát ő AVH-s múltjáról. Hát ő katpolosként kezdte, katonapolitikai osztályon kezdte, de hát nyugodtan mondhatom a kultúra megszállásának, ő az egyik főszereplője, hogy hát egy vagy pszichopata, vagy szociopata, de egy nagyon beteg ember lehetett, mert tényleg róla olyan visszaemlékezések vannak, és olyan történetek vannak, amiket már emberi ésszel épp erkölcsel, gondolkodással nem nagyon lehet felfogni, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon durva, már ördögi karakter volt. Egyébként az AVH-nál is dolgozott tulajdonképpen kis ideig, vagy az AVH-nak az utód szervezeténél. De hát annál fontosabb, hogy, és pont ezt kérdezted, hogy hogyan működött ez a rendszer, hogy ő is azok közé tartozott, akit ugye az erőszak szervezettől elküldtek, és utána felhasználtak más területen. Ugye egy elég tehetséges ember volt, jó írói vénával, ezeket egyébként Kardos Györgyel együtt a nagy elvtársával és Cimborával, a Magvető Kiadó későbbi vezetőjével a koncepciós ügyekben is kihasználták, mert olyan történeteket írtak meg, amiket később megfeldolgoztak könyvbe. De nagyon durva, se elő a pecsétgyűrűn, szerintem egy csomó néző láthatta, főleg az idősebbek. Az konkrétan koncepciós pereket a Kardos meg a Berkesi rakta össze a katonai politikai osztályon, belevittek egy csomó ártatlan embert, ki is végeztek embereket, majd elkészítették regénybe, és megcsinálták filmbe. És ez egyébként pont egy olyan, nekem régi álmom, hogy ezt úgy erről egy ilyen elemző műsort készítsek. Nagyon nagy munka lenne, mert úgy kéne meg elkészíteni a koncepciós pert, összehasonlítani a későbbi regénnyel, mit vittek át belőle, és a későbbi filmmel.
De biztos tanulságos is lenne. Hát nagyon tanulságos lenne, mert ugye nagyon manipulatív volt az egész, ott is a főellenségek, ugye ezek a nyilas, fasiszta, stb. Magyar emigránsok, akik ugye ezt a legvidámabb és legboldogabb rendszert, a kommunizmus fel akarják forgatni, tehát maga egy propaganda mű. Amire ki akartam térni, hogy rendszerszerű volt ezeket a régi, megbízható, nagyon is robot múltú elvtársakat különböző területekre helyezzék, és ott tulajdonképpen ebben a már lassan legvidámabb barakká váló diktatúrában gyakorlatilag valamennyire szabad kezet is kapjanak. Tehát egy Kardos György vagy Komlós János a saját területén pontosan tudta, mi férhet bele és mi nem. Nagyon intelligens, olvasott, jól képzett emberek voltak, rájuk lehetett bízni ezeket a dolgokat. Tehát nem kellett Acér Györgynek mindig, mint egy óvóbácsinak ott lenni, és akkor mindenre leírni, hogy ez mehet vagy nem mehet, ott voltak neki a megfelelő emberei. Legtöbb területen. Igen, és hogyha most beszéltél is Berkeséről, akkor gondolom nem meglepő, hogy 1971-ben ő volt a legjobban kereső magyar író. Ami eléggé abszurd, de hát így van. Főleg, de el is... Már az író is egyébként kérdéses, mert őt azért általában, vagy vannak, akik leírják, hogy legtűrszerző. És egyébként még régebben is leírták róla, mert hogy sok valódi írót már a kommunizmusban, meg szocializmusban is zavart, hogy Berkesi a legnépszerűbb, úgyhogy hát, odaszúrtak neki mindig ezzel. Hát főleg, hogyha... De tudott írni egyébként. Második helyezett Németh László, tehát hogy az egy más minőséget. Igen. Egyébként ezek az adatok Veres Sándor irányított irodalom írok Pórázon című 1991-es művéből valók, tehát hogy ha valaki számon kéri a hitelességét, akkor ezt vele beszéljék meg, de ezt nekem egy egyetemi tanárom is ajánlott a figyelmembe még régebben történelem szakon, csak felolvasom mondjad. Tehát, hogy igen, Berkesi András volt a legjobban kereső, aki 1971-ben 1 millió 700 ezer forintot keresett per év. Ugye ez átszámítva, ez több 100 millió forintos összeg, tehát mai pénzre átszámolva. A második volt Németh László. Hát én nem tudom mennyi, az majd bízzuk a közgazdászokra, de nagyon sok. De nagyon, erről is szólt ez a cikk, ugye, hogy nagyon jól kerestek, tehát hogy nem is gondolnánk, hogy mennyire. Következik Németh László, 1 millió forint, I.S. Gyula, 950 ezer, Pasut László, ugye történelmi regényeket írta, 800 ezer, Juhász Ferenc, 600 ezer, na ugye ő a acéli kultúrpolitikának volt egyik, hát kiemelt figurája. El is felejtve szerintem teljesen. Már a Berkes is lassan kihull. Próbálják ébren tartani az emlékezetét, ugye őt Nobel-díjra is jelölték, irodalmi Nobelre, csak hát nem jött össze. Na ez egy érdekes név, Lukács György, 500 000 forint. Hát Lukács György kétségtelen megdolgozhatott érte. Még itt mindig fölmerül a kérdés, hogy mit magyarországi vásárlások van szó, mert akkor azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy az átlagember annyira Lukács műveket akart olvasni, vagy esetleg ugye külföldön, nagyon futott ez a marxista, lukácsista... Igen. Valószínű egyébként, hogy úgy van, hogy megjelent más kommunista országokba. Hát meg őt nyilván, Szovjetunió. És akkor kapta a jogdíjakat. Bulgária is vette csomót. Meg boldogan olvasták. Valószínű Németh Lászlónét az magyarázza, ugye, hogy hát rendkívül sok színdarabot írt, és gondolom azokat, hát szintén így a jogdíjakból jöhet ez össze, mert hát rengeteg színház játszotta ugye a színdarabjait abban az időszakban, úgyhogy szerintem ez így állhat össze. Utána még van Déri Tibor, Örkény István, Moldova György és Csurka István a tizedik. Na. A szerény 300 ezer forintjával. De még meg van említve, hogy kb. 300 ezer. Hát ha már Moldova György, az ő is nagyon kedves írója volt a rezsimnek. Igen. Meg személyesen Kardos Györgynek. De hogy még meg van említve, hogy 300 ezer és 100 ezer között keresett, többek között Devecseri Gábor, Hernádi Gyula, Karinti Ferenc, Mándi Iván, Szabó Magda is így tovább. És Devecseri Gábort említetted a minap nekem. Ugye klasszika filológus volt, ő fordította a Homeroszt és az Iliászt. De emellett, hogy nagyon szerette az antik műveltséget, szerette az új rendszert is, mármint a kommunista rendszert. Róla mit kell tudni?
sajnos kevéssé közismert, hogy amellett, hogy hát tényleg egy zseniális fordító volt, és klasszika filológus, hát beállt a kommunistákhoz, de róla lehet mondani azt, hogy beállt a kommunistákhoz, mert olvastam azért tőle róla több visszaemlékezés, és akkor mindegyik általában úgy írta le, hogy egyébként sose politizált, élt a saját kis művész világába, aztán amikor látta, hogy a Rákosi Mátyásék átveszik a hatalmat, akkor gondolta, hogy végül is a napfényes oldalra áll, úgymond ebbe a teljes sötétségbe, ahol igazából szerintem egyáltalán nem volt a valóságban napfény, és hát politikai tisztlet belőle a néphadseregnél. Petőfi Akadémián tanította a fiatal politikai tiszteket, gyakorlatilag a kommunizmusról megmaradt bennem egy olyan cikke, az még olvasható is az Arcanumban, vagyis hát egy ilyen beszámoló az egyik ilyen előadásáról, ahol Petőfit, mint nagy kommunistát élteti. Hát az az igazság, hogy egyébként jól számolt a maga életével kapcsolatban, hiszen azért csak csúran cseppen számára egy budai villácska, ami egyébként megjegyzem, hogy most is a családjáé. Még néhány évvel ezelőtt a Népszabadságban olvastam egy cikket, hál' Istennek azóta már nincs Népszabadság, ez a bűnben fogant, és végig bűnös lap megszűnt. Ugye ez a Szabad Népnek a folytatása. 56 után ebből a Népszabadság. Népszabadságban olvastam, hogy ott volt valami vita, és a családnak ott harcolni kellett az ingatlanért. Hát nagyon jó lett volna, ugye, hogy a rendszerváltoztatásunk az mondjuk egy rendszerváltás lesz, és ezeket az ingatlanokat egy mozdulattal visszavenni azoktól az emberektől, akik ilyen áron kapták meg, mert hogy Devecseri Gábor nem a Homérosz fordítása miatt kapta meg, az azért egészen nyilvánvaló. Sokkal inkább nem akarom rosszul idézni, mert klasszikust azért csak híven idézzünk, de azt hiszem az Önkéntes határőr a címe annak a eposzának, ami ebbe a titóista korszakban játszódik, értem ezt úgy, amikor ugye Sztálin és Tito összekaptak egymással egy ilyen belsős kommunista harcban, aminek azért számtalan halálos áldozata lett. Nagyon sokuk egyébként kommunista volt, ugye? És akkor hirtelen Tito lett a legnagyobb ellenség itt, az amerikaiak láncos kutyája, és akkor egyébként nagyon sokan kivették ebből a részüket, például Paul Lendvai, még Lendvai Pál néven újságíróként is többet írt Titoék. Hívták őt így is. Hívták őt így is Titoék gaztetteiről. Ez ugyanakkor volt egyébként, amikor a karhatalomnál, vagy akkoriban volt, amikor a karhatalomnál dolgozott ugyanő. Ma már azért szerintem kevéssé büszke rá. És Devecseri is egy volt azok közül, aki kivette a maga részét, és írt egy eposzt, egy ilyen szörnyű, egyébként kapható antikváriumokban. Én beleolvastam egyébként, egy posztomba idéztem is, szörnyen van megírva az egész, arról szólt tulajdonképpen, hogy van egy hős magyar kommunista lány, aki vagy elkap egy kémet, vagy csak följelenti, minden eset teljesíti hazafias kötelességét, az éberséget, ugye. És hát az az igazság, hogy ha a Devecseri Gáborról beszélünk, vagy tanítanak az iskolába, mert tanítjuk, mert a Homérosz fordításai azok tényleg időtállóak. Persze, igen. Akkor ezt is meg kell jegyeznünk, hogy bizony ez az ember egyébként beállt Rákosi Mátyásék mögé a legelső irodalmi sorba, mert nyilván sokan írtak Sztálin verseket akkoriban, mert kellett Sztálin verseket írni, sokan írtak lelkesedésből Sztálin verseket, azért az, hogy valaki politikai tiszt volt és írt egy külön eposzt a propaganda számára, vagy a propaganda felhasználásra, az egy nagyon másik szint. Az igazság, hogy tele van egyébként az irodalmi életünk, kultúrás életünk ilyen történetekkel. Érdemes még megkeresni azokat az idősebb, mára már idősebb irodalomtörténészeket, történészeket, akik hajlandók erről mesélni, mert nagyon sok olyan anekdóta van, ami egyébként szinte csak anekdótaként marad fönt, és az ember úgy találja meg az eredetét, a visszakeresi, és tényleg megtalálja korábbi cikkekbe. És egyébként ez a Devecseri Gábor történet is ilyen, valahol én is hallottam, talán valakik írtak róla, de egyáltalán nem ment át a köztudatba. De én úgy tudom, hogy Jancsó Miklósnak is ugye volt budai villája. Ő is a szolgálatai kapta, vagy... Jól is keresette. Tehát az a Jancsó Miklós most amellett, hogy
a rendszerváltoztatás után hát azért nem sok filmjét nevezném maradandónak, hát azért zseniális filmrendező volt, tehát ne vegyük el tőle, tényleg nagyon jó filmrendező volt. De az ő műveit is egyébként érdemes elemezni, akár a szegény legényeket, az is megérne egy tanulmányt, hogy azt valaki elemezze, mert az például, mint Bátor 56-ról szóló alkotást szokták bemutatni, de valaki egyébként azért jobban megnézi. Én is olvastam már azért olyan cikket, ahol azért, tehát az Kádár meg az Acél, főleg az Acél ugye nagyon-nagyon okos ember volt. Tehát sokszor nagyon nehezen tetten érhető az az üzenet, amit át akarnak vinni, és szerintem a szegénylegényeket is érdemes lenne a szempontból megnézni. Ő a diktatúra egyik ünnepelt rendezője volt, tehát az is kaphatta a világot, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csak az kaphatott ilyenkor, aki tényleg odaállt. Bár Jancsóról lehet tudni egyébként, ahogy Makkáról a kapcsolatban is van erre információ. Bacsó Péterről talán valamennyire közismerte meg, hogy élete végéig kommunista vagy ilyen balos maradt, hogy hát bizony ők ilyen sztálinistaként kezdték, mint a filmesek ifjú gárdája, de ez se annyira meglepő, hogyha belegondolunk abból, hogy Mészáros Márta, ha már kultúra, ugye Jancsó Miklósnak a felesége is, de a saját jogán is egy nagyon-nagyon jó rendező, elő itt a Napló trilógiát említeni. Hát neki például a nevelőanyja egy Wagner Anna nevű vörös hadsereges tiszt volt, aki Rákosi Mátyásékkal együtt jött egyébként vissza megszállóként, és utána egyébként állambiztonság, belügyminisztérium, én olvastam az ő dosszéját, meg a visszaemlékezéseket, egy meglehetősen primitív, elég egyszerű, bolsevik gondolkodású nő volt. Ő volt Mészáros Mártának a nevelőanyja. Ő szerepel egyébként a Napló gyermekeimben. Ő ott abban megjelenő, elég drabális és ijesztő nő. De ez is hogy történt egyébként, mert ezt is alig-alig tudják. Bár Mészáros Márta ezt sokakra ellentétben elkezdte feldolgozni. Nem is csak ebbe a filmbe, azóta is folytatta más, hogy ezt egyébként én mindenképp a javára írom, mert nagyon fontos, hogy ezekről beszéljünk. Hogy történt meg? Az édesapja kommunista szobrász volt. Egyébként az az érdekes, hogy egyáltalán volt üldözött itt a Horthy rendszerben, mert megnéztem, volt a kiállításai, ösztöndíja volt nyugaton. Úgy gondolt, hogy elmegy a világ legboldogabb országába, Nagy Szovjetunióba, el is ment, és Sztálin terrornak ő is az egyik áldozata lett, ugye, hát ott nagyon sok magyar kommunistát kivégeztek akkoriban, mindig gyanúsak azok, ugye, akik túlélték, mint például Nagy Imre, akiről már tudjuk, hogy Volodya Fedő néven az NKVD besúgója volt, számtalan magyart ő is feljelentett. Na most gondoljunk bele, hogy Mészáros Márta is ezzel a háttérrel jött, édesanyját, apját elveszítette, és egy ilyen bigott, sztálinista nevelőnő nevelte föl, ő is nyilván kommunistaként indult, tehát gyerekként az elég nehéz lett volna ebből máshogy indulni. Szóval igen, ezekről a történetekről is érdemes beszélni. Bizony. Viszont ne felejtsük el azt, amit említettem a beszélgetés elején, vagy hát te hoztad szóba ugye a Szomszédokat, azért ez, hogy mondjam, érdemes akár párhuzamba állítani a Mézga családdal, hogy a Kádárkor végén megjelenik egy olyan sorozat, amely hát még durvább propagandát tartalmaz, mint akár a imént kivesézett Mézga család, és... A Mézga családban szerintem te is úgy gondolod, el is vethetjük ezt. Most azt persze, a... de igen, igen, tehát azt akkor zárjuk le úgy, hogy nyilván voltak szocializmusba benne elemek, készült a mű, nyilván vannak benne, megjelenik benne a korszaknak egy-két sajátossága, vagy akár politikai elfogultsága, de ez... De nem jellemzően. Ez, igen, nem az volt a célja. Ellenben a Szomszédoknak, erről te sokat írtál meg, erről sokat beszéltél, hogy bizony volt népnevelő célja, meg egyfajta kommunista mentalitás átmentését szolgálta, és azt sugallta, hogy a kialakulandó demokrácia világa az sokkal rosszabb, sokkal kiszolgáltatottabb benne a kisember, mint a Kádárkor boldog atyáskodó világába. Hát igen, bocsánat csak, hogy ki hozta létre ugye ezt a sorozatot, mert akkor valószínű így jobban meg lehet érteni a motivációkat. Hát meg az előképét érdemes megnézni, a Szabó család, ami több generációra hatással volt.
Azt mondja, pár évvel 56 leverése, gyakorlatilag a megtorlás időszakának a vége fele indították el, de egyébként nagyon kőkemény propaganda sorozatként indult, aztán így átalakult ilyen szocialista teleregényét, tulajdonképpen a kiszerűség. Nem is, bocsánat, nem teleregény volt, ez mi volt, rádiójáték, kiszerűség rádiójáték, és a Szomszédok szerintem valamilyen szempontból Szabó Csarnok a folytatása. Ugye aki a Szomszédoknak az atya, az Horváth Ádám, maga is ilyen kommunistaként indult, nyilván önmagát ő is sokakhoz, másokhoz később már ilyen szocdemnek nevezte, ez egy nagy divat volt a kommunisták között. Emlékszem, hogy Várkonyi Tibor a Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, majd a Népszava újságírója is, aki egyébként Técsi Fedő néven titkos munkatárs volt. Még amikor ezt megírtam, akkor persze leírtam nagy cikkébe, hogy mindig szociáldemokrata volt, és mindig igazából csak a nép, és csak a baloldaliság, stb. Stb. Tehát itt mindenki utólag, nagyon sokan utólag szociáldemokraták voltak. Mindenesetre Horváth Ádám elég erősen be volt kötve a diktatúrához, 56 után nem sokkal ő is a tévéhez került, szépen emelkedett fölfele, majd megalkotta ezt a sorozatot, hogy egyébként azért utána visszatérek a Szomszédokra, hogy 94-ben, amikor ugye a Horn kormány sajnos visszatért a hatalomra, gyakorlatilag visszaszavazta a Magyar Nemzet a egykori kommunistákat, szocialistákat, akkor ott a tévénél csináltak egy hatalmas nagy tisztogatást, gyakorlatilag mindenkit elküldtek onnan, akiről vagy tudták, hogy jobboldali, vagy MDFS, vagy azt gondolták, hogy jobboldali, vagy nem eléggé megbízható, rengeteg embert elküldtek. Ezt a feladatot Horváth Ádám vállalta magára tévéelnökként. Jellemző, hogy bár a sajtó nagy része, ami ugye hozzájuk húzott, lapított, de azért megjelentek egy-két olyan cikk, és abban a korszakban szint nagyon meglepő volt, hogy hát azért ez egy kicsit túlzás volt, tehát nem kicsit volt túlzás, hogy ott leszámoltak a teljes jobboldali sajtóval, mind a tévé, mind más területeken is. Javaslom azoknak, akik így a mai helyzetet egyébként okkal kritizálják, mert szerintem a mai helyzet is sem teljesen jó ezzel a két nagy szekértáborra. Nézzék meg, hogy milyen volt a 90-es évek közepén. Visszatérve, a Szomszédokkal is az volt igazából a legnagyobb baj, hogy hihetetlenül destruktív, majd divatos szóval mérgező sorozat volt. Tehát tényleg ezt a kiszerűséget, ezt a merjünk kicsik lenni, nekünk semmi sem sikerülhet életérzést sugározta bele a nézőkbe, tehát tényleg ez a sorozat végi nyomorult monológok, ahol így mindenki gyakorlatilag egy ilyen egy percet panaszkodhatott. A benne lévő óriási manipulációk, tehát az, hogy a Vágási Feri vagy mások karaktere tulajdonképpen volt, akinek több munkája volt, volt, akinek egészen jó munkája volt, aki gyakorlatilag mindenki nyomorgott egy panelon, tehát teljesen hiteltelen volt az egész. Nyilván nagyon sokaknak ez egyfajta nosztalgia, és elmondják azok is, akik szerepeltek benne, milyen nagyszerű volt. Egyrészt nagyon jól lehetett vele keresni. Gondolom az a rész, arra a részre emlékeznek a legszívesebben. Másrészt nyilván hát egy jó forgatás volt, de ha valaki belegondol abba, hogy ez mennyire nyomasztó sorozat volt, igen. És azért nekem is nagyon sok visszajelzés jött, és meg is köszönték sokan, hogy ezt megírtam. Én borzasztó hatása volt szerintem a gyerekekre, igen. Fiatalokra, de egyáltalán a rendszert váltani próbáló társadalomra, akik látták, hogy valóban a privatizáció úgy alakul, ahogy a gyárak bezárnak, hogy van munkanélküliség, hogy a sajtó által hamisan terjesztett, hamarosan utolérjük Ausztriát című szlogenből, ami szintén manipulatív szlogen volt, nem lett tulajdonképpen semmi sem. Tehát tényleg nagyon rossz volt a helyzet, és erre rámentek azzal, hogy folyamatosan azt súlykolják, hogy ez rettenetes, nem ezt ígérte az Antal kormány, stb. Szerinted a volt szerepe a sorozatnak abban, hogy 94-ben visszatért az MSZP, vagy hát igen, végül is lehet mondani, hogy visszatért az MSZP, persze. Tehát, hogy Horn Gyula nyerte a választást? Hát szerepe mindenképp volt abban, ha csak egy ember azért szavazott az MSZP-re, hogy hát mondjuk, mert hogy... Mert akkor azért a tévé még minden nagyobb hatalom volt, tehát, hogy... Szomszédokat igen. A fél ország nézte. Ezért mondom, én is igen. Néztem gyerekkoromban, emlékszem a... Édesanyám meg apám nem nézte, vagy hát ők nem ritkán észre is röhögtek rajta, de például a nagyszülők nézték. Egyébként zömmel ők is sokat röhögtek. Tehát igazából a nézők is tudták, hogy ez nem igaz, meg túlzás, de hát nem volt más. Tehát egy mai fiatalnak azt elmondani, hogy akkor az volt a tévében,
akinek volt videomagnója, az nézhetett videót, de hogy az akkor kikerületetlen volt. Tehát azért igen. Nehéz ma már felfogni, hogy a Napkelte, vagy a NapTV és a szomszédok milyen propaganda erőt jelentett akkoriban. Akkor nem volt internet, nem volt más. Ezt nézték. Vagy később a heti hetes. Heti hetes. Jó, az már egy olyan időszakban volt, amikor már volt más, de hogy azt is rengetegen nézték. Érdemes ezeknek a műsoroknak a propagandisztikus szerepét elemezni. Én nyilván szereplőkre lebontva is megtettem ezt, hogy mennyire hiteltelen volt ez az egész, és tényleg mennyire azt sugározta, hogy nem lehet igazából egyről a kettőre előre jutni. Az egyetlen vállalkozó a sorozatban, Gábor Gábor egy ilyen totális balfék volt gyakorlatilag, aki úgy elrevisz ki az üzletekbe, de mindig a nagyobb halak azért kijátsszák, ez is mire tanítja a nézőket arra, hogy nehogy vállalkozzá, merjél kicsi maradni, merjél a fenekeden ülni. Majd jön a külföldi multi, és majd a külföldi neki. Multi segít, meg majd ő elmondja egyébként, hogy ezt hogy kell csinálni. Jellemző, hogy Gábor Gábor ugye a sorozatban szerelmes volt a Magenheim Dokinak a feleségében, majd amikor eljön a pillanat, és lefeküdtetett volna vele, akkor egyszerűen nem állt föl neki tényleg, és az is benne volt a Szomszédokban egyébként, ami már akkor egy egész sikamlós rész volt, de hogy még ez sem sikerült neki, mert semmi nem sikerülhetett abban a világban semmi. Hú, hát akkor a vállalkozókat nagyon nem szerették. Vagy akkor így áttételesen a vállalkozó kedvet. Hát vállalkozó igen. Kedvet nem szerették. Igen, hát vállalkozni ez a kör, most nyilván ez a hatalmi elit, hogy... ez nem egy társaság, de hát ők nem is szerettek vállalkozni. Mert, igen, de ők... Azt nem akarták, nem? Hogy szerintem minden, az átlag ember ott nagyon vállalkozni, az hagyja meg szerintem. Mi vállalkozunk, ugye, ahogy tettük az Impex-ek idején, meg mi megkötjük az üzleteket. Dolgoznak és tűrjenek igen. Igazából azon benne, hogy tűrj és panaszkodj. Igen, csak ez a tűrés ugye, ami a Zente Ferenc karakterében jelenik meg, hogy is hívták Taki. Taki bácsi, igen. Meg de is egy pozitív karakter, hát pozitív, de megnyomorítja az élet, meg a Renke néni. Igen, igen, de hogy ez is igazából, ha divatos szóval élve, tehát ez egy mérgező kapcsolat. Hát abszolút az. Tehát a férfiak azért halnak meg szívbetegségekben, meg ilyen helyzetekben vannak évekig, vagy akár évtizedekig. Tehát ez egyébként statisztika, meg pszichológusok is ezt kikutatták. Hát akkor látod, milyen reális volt végül is ez a sorozat. Igen, de hogy nem azt mondta, hogy egy ilyen kapcsolat lépjél ki, hanem pontosan, amit mondasz, hogy tűrj, legyen rossz a magánéleted, legyen rossz akár a vállalkozói, vagy szakmai életed, húzz el Magyarországról. Talán ezt még nem mondták így ki, de lehet, hogy még ez is benne van így szimbolikusan. Mármint, ha itt nem lehet megmaradni, nem lehet megélni, hát akkor mi a megoldás? Irány külföld, vagy nem tudom. Ez egyébként annyira nem hangzott el benne, ez valamiért, ha most készül, és ugyanazok, biztos, hogy ez lenne így a egyik fő megoldási kulcs benne. A Zente Ferenc karaktere egyébként azért is érdekes, mert maga Zente Ferenc, meg a nagyváradi hadapród iskolába végzett, tudom, mert nagyapám is oda járt, és fölötte járt egy pár évfolyammal, katonatiszt, Don Kanyar, úgy alapesetben nem volt szerintem így nagyon a rendszer kegyeltje, de hát egy zseniális színész volt, ő a Tenkes kapitánya országosan is ismerté vált, nem hiszem, hogy ő egyébként nagyon ilyen balos ember lett volna. Az ő karaktere egy kicsit más, mert egyébként ő a legjobb fej tulajdonképpen, de tényleg igazából megnézed, egy igazi nagy lúzer, és egy ilyen politikai cselekvése van tulajdonképpen szinte a sorozatban. Van rá egy utalás, hogy ez a taxis blokád idején ő is megmozdult, és beült a taxiba. Na most ezt összetesszük, hogy a taxis blokád pont az a társaság, ez a Horváth Ádám féle MSZP-s, SZDSZ-es, később nyilvánosan is összebúló társaság, ugye ez milyen szépen rátelepedett, illetve megpróbálták megbuktatni az Antal kormányt, akkor azért elég erősen összeállnak a szálak. Nyilván egy későbbi elemzésben jó lenne külön csak azokat a részeket mondjuk valakinek megnézni, amik a különböző ilyen sorsfordító időszakokban, demokratikus kártár, gyertyatüntetések, fasiszta veszély, Csurka István, Nappali Hold, különböző pillanatokban hogyan reagált a sorozat. Biztos elég okosak voltak, tehát nem gondolnám, hogy ott nyíltan kimondták, de én szerintem biztos, hogy voltak benne egy-két célzás azért. Igen, ez a passzív propaganda a leghatásosabb. Igen, ráadásul ugye azért is volt szerintem hatásos,
és a hatása borzalmas volt. Most politika ide vagy oda, tényleg ezt a bátortalanságot, ezt az önbizalomhiányt erősítette magyarokban, pedig ha tényleg nekünk van egy nagy problémánk, és nyilván erre a történelmünk ad rá elég okot, de hát ezen nyilván túl kell lépni, meg azért próbálunk is túllépni, és valamilyen túlléptünk, hogy merjünk azért lépni, merjünk magunk lenni. Meg az önbizalom. Hogy az önbizalmunkkal tudjunk élni, ne keverjük össze az önhittséggel. Hát ebből a szempontból volt egyébként borzasztóan káros ez a sorozat, és azért meg közben megként remek színészek játszották. Tehát hogyha tehát nem volt egy jól megírt forgatókönyv, voltam benne egy nevetséges jelenetek. Ez a sorozat végi monológ, ez nevetséges tényleg. De ugyanakkor remek színészek játszották. Tehát Kulka, de egy sorolhatnál neked tényleg jó színészek. Egyébként Kulka szerepére még visszatérve, az is nagyon érdekes, mert így ő se tör ki, mentős, szolgál, mentős, szenved, panaszkodik. Tehát nem úgy mentős, hogy akkor ő tudja, hogy mentősnek lenni jó, és ez neki nagyon sokat ad. Ő az egész sorozatot végig panaszkodja, szenved, nem szereti igazából a feleségét, de őt se hagyja, megcsalja, pedig elvég egy szentként van beállítva, de folyamatosan megcsalja, női vannak, mégse válnak el. Tehát morálisan is teljesen mentetetlen az egész történet. Van benne egy olyan rész, hogy ő egy ilyen magánkórházba elmegy, és iszonyatosan sokat keres, alig kell dolgoznia. És nem. Nem, mert neki az nem kell, inkább visszamegy mentősnek panaszkodni. És ez igazából, ebben nincs racionális magyarázat. Ez igazából annyi, hogy ennek a karakternek is ilyen nyomorultnak kellett maradnia. És most nehogy valaki félreértse, mert mentősnél szebb hivatás szerintem kevés van, de az, hogy valaki folyamatosan ki akar ebből törni, és megkapja a lehetőséget kitörni, és nem tör ki, az nevetséges, és arra utal gyakorlatilag, hogy itt egy rendszerszerűség volt ebbe. Tehát minden karakterre, minden történet szála ezt az állapotot erősíteni, ezt a spleent. Hát igen, mert ebből a spleenből fakad majd az MSZP-s győzelem. Hát igen, szerintem. Mert ugye minden rosszabb lesz, ez a kicsit leegyszerűsítve, és nyilván nem tudom, valamennyire nem tudom, hogy káromkodásnak számít, ez a minden szarizmus, ma is ugye van ez a elég hangos réteg, ez a, aki szerint ugye minden szar. Persze, mindenbe megpróbálják megkeresni, hogy valami miért szar, mindenbe lehet találni valamit általában, és akkor azt ki is fejezik. Ez tulajdonképpen vannak az ilyen előfutára. Tehát itt minden, minden szar lett. És ehhez képest végül is a 80-as évek is jobb volt. És ha valaki így olvassa, nem tudom, a 24.hu vagy egyéb ellenszékek nevezett médiumokon megjelent interjúkat, visszaemlékezéseket, nagyon erősen jelen van ez a fajta történelmisítás, ez a fajta nosztalgia, hát azért a Kádár rendszer azért igazából jobb volt, mint ez. A mostani ez egyrészt, hogy a diktatúra, Kádár rendszer az egészen jó volt azért a 80-as években. Egyébként nagyon sok embernek tényleg jó volt, például az Impexes vezetőknek. Hát persze, ők kicsoda is az a Kajdi az Csabának, ember. Igen, rá gondoltam. Utazgatott a Riviera, neki tök jó volt, Mercedesük volt. Hát aki egy burokba él. Csak egyszer majd mondom meg, ő nem fogja soha megnézni, de nyilván érdemes megnézni, hogy honnan jöttek azok a pénzek, amikből olyan jól éltek. Gondolom, erről tudnám mesélni. De személyes az ő történetük is elég nehezen kutatható, de mivel az apja az Interágnál dolgozott, szerintem erről meg lehet, hogy még inkább Borvendi Zsuzsa tudna beszélni. Hát Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést, de ez egy kimeríthetetlen téma, úgyhogy szeretettel várlak vissza, hogy folytassuk. Köszönöm szépen a meghívást. Nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt a Non Plus Ultra.